hogy négy percig én most beszéltettek a verténét. Néhány már megnyitottátok, remélem. Akkor itt én most elindítom. És akkor itt most nekem van 4 percem, hogy beszéljek. És itt ez a 4 perc, ahogy legalább 5 szavazat, akkor beszéltek még 1 percet. Most szerintem mindenki nyomja meg, azért van 11 tokenetek, hogy akkor még mindig van a 10. Utána, és akkor 5 percen tényleg van. De hogyha 5 perc után így néztek ki, mint a véni, akkor ne nyomjatok meg többet, és akkor abba fogom hagyni. Na. Oké. Tehát akkor ez valahogy hogyan oldottam meg ezt a problémát, hogy egy BitchainDB nevű rendszert választottam, hogy ki akar kapolni valami Enterprise blockchain, egy nagyon szép kifejezés, vállalati blockchain. Vannak, akik úgy gondolják, hogy minden vállalatnak szüksége lenne egy blockchainre. Remélem, hogy a végére ti is elültek, hogy ebbe a tárolba tagoztok-e, vagy nem. A BitchainDB hagyja ezt az egészet, amit keresztül itt most szavazhattok. A BitchainDB pedig úgy néz ki, hogy vannak ilyen nódjai. Minden egyes nódon van egy MongoDB adatbázis. Az egy teljes értékű MongoDB. Ugye van maga a BitchainDB, ami ezt tulajdonképpen összeköti egy Tender mint motorral. A Tender mint az egy blockchain motor, amivel állatógépeket lehet replikálni, ilyen decentralizált módon. És akkor azt gondoljuk, hogy ez majd így jó lesz. Mi ugye beszélhetünk a BitchainDB-vel egy HTTP appin keresztül, vagy mindenféle máshol is lehet, de én ugye ezt a serverless megközelítést használtam, ami ugye nagyon szép gondolat, mert olyan, mint a gatyarokó manuknak az üzleti terve, hogy az első lépésben az ember megírja a kódot, akkor van a második lépés, és végül a harmadik lépés a papit. És ez tök jó, tényleg ez történik, tehát az a kód, ami ott fut nálatok, az közvetlenül beszél a blockchain-nel, úgymond, egy HTTP appin keresztül, tehát van benne egy WebSocket támogatás is, emiatt az lehet, hogy megszakadt már itt nektek, amíg le volt csukva, és akkor igódot kell nyomni. Remélem, hogy néhányan tudtok szavazni. Tehát így működik ez a dolog. És akkor arról, hogy mi is van ebben benne, mitől lesz az izgalmas, miért gondoljuk, hogy ez jó. Egy másik, egy újfajta adatmodell az, amit itt tulajdonképpen használunk. És ez azt úgy működik a dolog, hogy minden egy úgynevezett asset. Az assetek azok olyanok, mint egy ilyen lakta. Hogy az mindig ott van valakinek, azt lehet tulajdonolni, úgymond. És át lehet passzolni. És ha átpasszoltad valakinek, akkor át van passzolva, tehát már nem nálam van, hanem az illetőnél. És ez a transzakció, maga a passzolás. De se magadnak is passzolhatsz egyébként, tehát hogyha csak ledobod a földre és újra elkapod, akkor hogy magadnak passzol, tehát ez egy olyan transzakció, aminek a végén is majd hasonlóan, mint előtte. Csak ugye mondjuk például egy meta információt hozzátettél a transzakcióhoz, akkor ezzel tulajdonképpen update-eltél egy értéket. Mert egyébként ugye ez egy blockchain, úgymond egy olyan adatbázis, itt oda gondolunk, hogy egy olyan adatbázis mindig, ami nem változtatható, tehát csak hozzá lehet írni. De a veszetek azok lehetnek, tehát ilyenek, hogy tulajdonképpen kétféle lehet. Amelyik osztható, az osztható azt mondja, hogy előre sokat létrehoztunk, ilyen akkor kell, ugye, hogy most 11-et kaptatok, hogy összehasznosodok. És akkor ezt el tudjátok küldeni egy címre tulajdonképpen, ami pedig engem reprezentál. És akkor, hogyha egy perc alatt bejelentkezendő szavazat, akkor az a program, amelyik itt fog most ugye egy kicsit nyilván, hogy bejövünk ezekre a vizekre, hogy akkor hány sérülékenység van ebben a kódban. Ugyanis amit egy másik rendszerben az okos szerződést csinálna meg, azt a BitchainDB azt mondja, hogy mi nem akarunk okos szerződéseket csinálni, mi jogosultsági rendszert adunk. Tehát, hogyha valakinek van joga, hogy valamit megcsináljon, akkor azt megcsinálhatja, és hogyha megcsinálta, akkor meg van csinálva. Ez kicsit egyébként az teremben is így megy, amikor behívom egy okos szerződésbe valamit, akkor az egy kívülről jövő input a blockchain felé. Itt is ilyenek vannak. Tehát például neked van 11 ilyen tokened, és azt elküldheted nekem. És amikor lejárt a 4 perc, valóban szavaztatok, mert most 5 perc már megkaptam, akkor itt kiírta nekem, hogy 6 óton volt, tehát hogy elég vences a helyzet.
következő alkalommal nem jön be az öt, akkor többet is lehet egyébként adni, csak mondom. Akkor, na tehát, hogy itt futott le egy JavaScript kód, ami azt csinálta, hogy ő megnézte, hogy hány szavazaton jött be, majd pedig ezeket a szavazatokat átküldte az én címemre. Hát akkor ennyi volt, köszönöm szépen a figyelmet. Szerintem a kísérlet sikerrel zárult. De jó, de el kell egy kérdezni. Nem elég jó itt a mobil hálózat. Jó, túl gyorsan, még a bejáratnál még ugye volt egy program. Nem tudom, mit mondjak el. Hát kérdezzetek is, akkor arra látszok, mert ugye az melyik... Miért nem tudtam én most elég mutatni? Három, azt mondja, hogy három szavazat jött, és ez nem elég. Igen, de hogy oda vett az iPad-ről, és van betelás, nem tudom. Hát van egy automatizmus benne, hogy amikor leolvasod a QR kódot, akkor generál egy újat. Onnan tudja, hogy kell generálni egy újat, hogy a QR kód, amit beolvasod, van egy kulcspár, és az a kulcspár egy identitás jön a rendszerben, és az első dolog, amit csinálod a weboldal, amit bejön neked, hogy egy tranzakcióval azokat a tokeneket, amiket ennek a kulcspárnak a birtokában vannak, elrak egy másikra. Tehát generál, tehát hogy érdemes megmutatom, talán nem biztos. Tehát, hogy van egy olyan kódrészlet, hogy ami elküldi ezeket a tokenokat gyorsan máshova. És ugye itt egy nagyon érdekes dolgot is megfigyelhetünk. Tehát, hogy egyszerűen csinálunk egy új identitást magunknak, ami egy kódbár járálását jelenti, és összegyűjtjük az összes tokenünket, ami van, és azt gyorsan elküldjük ennek az új identitásnak, és aztán pedig azt mondjuk, hogy most az új identitás vagyunk mi. Ez azért van, hogy egyébként generálódott egy tranzakció, amit lehet majd figyelni, és ugye arra generálódik egy új, a következő átadhatónak a kódot. Másrészt, hogy a ketten olvasták le egyszerre ezt a kódot, akkor csak az egyiknek fog sikerülni ezt a tranzakciót elindítani, a másiknál a tranzakció be fogok nézni a datomé, és akkor ez elvileg így valamennyire biztonságos, hogy most biztos lehet benne elválni problémákat. És ez rá is világít az egyik dologra, amit akartam még mondani, csak már nem volt rá időm, hogy talán kivetítem az utolsó szlájdon, hogy tényleg legyen. Nem biztos, hogy kivet pontosan, mert erről itt lesz. Na, gyerekek, teljesen. Úgy látom, hogy a demo az, de úgy nem tudom, hogy kivetíteni kell bírtam. Azt mondja, hogy meg egy pár tisztán. Akkor most már nem, hogy itt az utolsó szlájdon cserélem. Hogy itt ugye van a tranzakció, és ezek a tranzakciók atomja, ami csak egy probléma van, hogy több asszetre van szükségünk ahhoz, hogy jól lemodellezni. És ezek az asszetekkel elég jól lehet modellezni a világot, tehát hogy például egy asszet az a token, amit lehet küldözgetni. Egy másik asszet az a maga a prezentációnak, a maga prezentáció, amiben benne vannak ugye az adatok, hogy ki vagyok én, meg micsoda, meg az állatot. És ugye ezt egy tranzakcióval lehet frissíteni. És újabb tranzakcióba lehet frissíteni, de mivel ez egy másik asset, ezért szükség lenne olyan tranzakciókra, amik több asseten dolgoznak egyszerre, és ilyenünk nincsen, és azt mondja, hogy ilyenünk nincsen, addig biztos, hogy problémás lesz a dolog, mert az kicsit olyan, mint amikor pattogtatod a labdát, akkor ugye egy labdát még lehet pattogtatni valakinek, még kettőt is egy kicsit gyakorolt el, hogy a három az már kicsit nehezebb, az kicsit olyan, mint ez a bűvésztrük, hogy itt van ez a kis pénzérme, és akkor ezt én most bőrfalom számok, bőrszi pontom. Nőrgolgom, és hopp, a fülem eljött ki. Hogy ezt meg lehet csinálni, de ugye ezt értitek a problémát, de nem sikárházódik ki van. Mert hogy ezt aki jobban megnézi, mit csináltam, akkor észre fogja venni a csapatban. Úgyhogy emiatt szerintem ez egy probléma. De én továbbra is azért azt gondolom, hogy ebbe lehet valami. Tehát, hogy eszetekkel modellezni a világot, ez nem olyan nagy utaság, mint amilyennek tűnik, csak még nem tudom. Kérdés. Igen. Szóval, hogy
Mitől Enterprise blockchain az egy Enterprise blockchain? Jó kérdés. Tehát, hogy alapvetően attól, hogy jogosultságokban így gondolkodik, meg attól, hogy kevesebb nullban gondolkodik. Tehát, hogy fölrakott valóban, és a négy nullal elindul. Ez a egy nullal is elindul, de négyen már ugye, tudja ezt a bizánci toleráns dolgot is. Erre van gondolva. Hogy lehet másra is használni, tehát nem feltétlenül. Mi az a funkció ami igényli azt, hogy ez blockchain alapon működjön? Ebből azért semmi, tehát hogy maga feladat, minden feladat megoldható szerintem blockchain nélkül. A kérdés, ugye itt a kérdés az, hogy ezek a platformok tudnak-e adni valami olyan fejlesztőnek, amitől neki jobb lesz az élete, kényelmesebb lesz, és valami módon egy jó dolgot tud csinálni. És mondjuk azt, hogy erre, hogy egy serverless platformra tekintünk, akkor ez már nincs is nagyon messze attól. Tehát ezt a feladatot nem volt olyan nagyon nehéz megoldani más, nyilván már fel ennyi dolog megoldottam volna valami mással, de ha egy kicsit még fejlődik, akkor mondjuk pariba jöhet. Hát akkor ez, ha jól értem, az lenne a lényege, mint az Ethereum-nál a smart contract, hogy nem kell a backend-del foglalkozzál, mert amikor te felküldöd a saját smart contractodat, és mondjuk a webböngészőből használod mellette a Metamaskot, Web3.js-el, akkor ez egy olvasatom volt egyébként, tehát a BigchainDB-nek az ígérete az nem feltétlenül csak ez, hanem a BigchainDB mondja azt, hogy rak bele egy infrastruktúrába, és még valahogyan legyen ennek a smart kontraktjaid is, csak ők nem akarnak ezzel foglalkozni, de hogy igen, tehát az én olvasatom az, hogy egy infrastruktúrán ilyennek kéne lenni, ez így kéne alkalmazást fejleszteni, igen. De végül is akkor ez nem szerver lesz, mert mondom, a WebSocket-en keresztül van egy szerver, persze, de a szerverletben is van egy szerver, csak nem a tiéd, nem tudom, mi adatot hol van, nem egy szerverrel beszélgetsz, hanem egy szolgáltatással. Csak igazából ez sem, tehát hogyha mondjuk ráugrana volna, nem tudom, 100 millió ember, akkor jó, hogy ez se sem, ez úgy nem lehet ezt a szervert időt túl terelni. Nem gondolom, hogy skálázó, de egyébként meg ezt most itt adott, hogy meddig jutottak már a kicsengődés rázat. Skálázódásban, de hogy nem, szerintem nem a szerintem nem az a lényeg, hogy skálázódik, hanem az, hogy kéne meg benne fejlesztem. Nem kell azzal szórakozott, hogy valahol kívül a kódot, nem egy másik nyelven kell írnod a kódnak a felét, csak azért, mert egy olyan infrastruktúrát van, ami azt tudja futtatni. Utolsó kérdés? Akkor nincs utolsó kérdés, és akkor köszönöm szépen.